Sziasztok, Berni vagyok, és sok szeretettel köszöntelek titeket a Kisállatjogsi YouTube csatornáján. Akik követnek Facebookon, Instagramon, illetve látták már a weboldalt, azok tudják, hogy készülőfélben van egy online tanfolyam, ami a nyulak és sok rágcsáló fajhely és hobbi tartásáról szól. Erről szeretnék egy kicsit beszélni most nektek. Az ötlet már évek óta érlelődik bennem, mert amióta belecsöppentem az állattartás világába, azóta láttam, hogy nagy szükség van az ilyen jellegű oktatásra. Manapság még bárki vehet kis állatot, nem kell, hogy tudjon róla bármit is, vagy a helyes tartásáról. Elég csak bemenni egy állatkereskedésbe, és megvásárolni az állatot az eladók által ajánlott felszerelésekkel és táppal együtt. Az fontos tudni, hogy a kereskedések dolgozói nincsenek edukálva, nem feltétel, hogy értsenek az állatokhoz, elég ha eladni tudnak. Így gyakran téves vagy elavult infókat adnak át a gazdiknak. Persze van, amelyikükön szorgalomból képzi magát, de ilyen eladóból van egyelőre még kevesebb. Szerencsére már létezik néhány állatvédő szervezet, akik kifejezetten a nyulakkal és a rágcsálókkal foglalkoznak. Az ő elérhetőségeiket beteszem a videó alatti leírásba. Ők igyekeznek terjeszteni a helyes tartási információkat is, de a gazdiknak azért így sincs könnyű dolga. Az internet világában ma már bárkihez eljuthat bármilyen infó, de nem csak a helyesek, hanem a helytelenek is. Így egy kezdő gazdinak nehéz eleinte kiválogatnia a hiteles forrásokat. A Facebook is tele van állatos csoportokkal, de csak pár olyan létezik, ahol tényleg az állatok jól léte a legfontosabb, és a kellő tudás is a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy a jó tartást hirdethessék. Ezeknek a csoportoknak a linkjét is beteszem a leírásba. Az állatorvosok többsége se tud segíteni a gazdiknak, hiszen a nyulak és a rágcsálók egzotikus kis állatnak számítanak, így csak az egzotikus szakállatorvosok elég képzettek ahhoz, hogy megfelelő tanácsokat tudjanak adni a gazdiknak. Közülük is csak azok, akik a nyulakra és a rágcsálókra specializálódtak, hiszen léteznek madaras és hüllős egzotikus állatorvosok is. Magyarországon még nincs olyan nagy kultúrája az állattartásnak, de szerencsére azért azt látom, hogy évről évre van fejlődés. Ezzel a tanfolyammal ehhez szeretnék én is hozzájárulni. A következő videóban majd arról fogok nektek mesélni, hogy pontosan milyen témakörökből áll a tanfolyam és hogyan épül fel. Addig is sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok velem!